Én nem tudom elkezdeni. Hát akkor majd én segítek neked. Tápai Szabina a pénteki esti Édes Élet adásában hatalmas bejelentést tett, ugyanis úgy döntött, hogy 20 év után visszavonul a kézilabdázástól. Erről beszélgetünk most. Szia, Szabi! Szia! Szia. Nekem azért nehéz, mert tudom, hogy ez egy sportoló életében mennyire nehéz időszak, főleg akkor, hogy mindenkinek van egy elképzelése, hogy mondjuk hogyan szeretné abba hagyni, van valami a fejében, hogy mi lenne a jó, aztán pedig az élet mondjuk sokszor ezt felülírja. Ugye a te esetben tudjuk azt, hogy azért te már a sport alatt is most már azért anyuka voltál, közben elindult egy médiás szereplésedben, vagy egy napi reality showban is, ami gondolom nem hiszem, hogy megkönnyíti azt, hogy mondjuk sportolóként hosszú távon számítsanak rád. Nyilvánvalóan igen, az volt a nehéz, hogy tényleg nem így szerettem volna abba hagyni. Hát a rövid történet az az, hogy lett egy női edzőm, és hát nagyon jól fogalmazott az egyik terapeutánk. Egy cicaharcba keveredtem, amiből nem tudtam pozitívan kijönni, mert hát nyilván főnök alkalmazott viszony volt. És hát sajnos nekem még volt egy éves szerződésem, szerettem volna én azt még kitölteni, de hát nem úgy alakultak a dolgok, nem tudtunk kijönni, és főként őt is ez zavarta, hogy a médiában elindult az életünk. Egyébként is a karrierem alatt nagyon sok edzővel volt ezzel gondom, hogy én azért a kézilabdázók közül elég sokat szerepelek a médiában, szerepeltem régebben, és nyilvánvalóan miatt a realitybe vagyunk azóta azért még többen. Nem mindenki nézi ezt jó szemmel, nem. De ez miért probléma? Ez miért jelent? Az a probléma vele, és azt jelezném, tehát én soha egy edzést, egy meccset, semmit nem hagytam ki a tévés szerepléseink miatt, de alapvetően a kézilabdában az a probléma, vagy bármilyen profi sportban az a probléma, hogy az edzők azt akarják, hogy 100%-ban csak azzal foglalkozzál, és onnantól kezdve én mondjuk eleve 20-akárhány éves korom óta céltudatosan tudtam azt, hogy én, és ezért nem vagyok most olyan rosszul, nyilván volt egy nehezebb időszak, hogy én fel szeretném építeni a kézilabda utáni időszakomat is. Uh-huh. Egy éve működik a stúdiónk is, mindemellett, amiket a Krisztián elsorolt, és ez nem mindig tetszett az aktuális edzőimnek, hogy én már másban is gondolkodom, hogy azt mondom, hogy egy profi sportolónak ez nagyon nagy dolog, hogyha előre hát tudom gondolkodni, rengeteg olyan elődöt láttam, aki innen ekkorát zuhant. Igen, is. Most például pont ugye a Miló Viki volt imént a vendégünk, ő is elmondta, hogy a profi pályafutás után mennyire nehéz ezzel változtatni. Viszont ha változtatni akarsz időben, azt ugye általában a klubcsapat, a klubvezetés, az edző nem nézi jó szemmel, és ezt is meg kell valahol tudnunk érteni. Szerintem igazából látok a kommunikáció, hogy az a fajta cica harc miatt ment el szerintem rossz irányba. Mert téged se kell félteni. Engem se kell félteni, nyilván is itt szókimondó vagyok. Én egyébként a kommunikációba hiszek. Volt egy férfi edzőm, akivel ezt nagyon jól le tudtam kommunikálni. Hát azt tudjuk, hogy velünk te azért könnyebben kommunikálsz, mint a nőkkel. Ez novemberben kezdődött a tévés dolog. A hölgy nem nézte ezt jó szemmel. Én például ugye az Ezek megőrültekbe együtt szerepeltünk, és én direkt ő érte komoly pénzeket áldoztam volna, le tudjam igazolni a csapatomba. De végülis meggyőztem a szerkesztőket, úgyhogy a csapatomat erősített a Tápai Szabina. Volt olyan, hogy hát ő is fiúsítva lett, de igen, mert ezt jól hoztad. Most, hogy viszont egyik oldalról vége, ami azt jelenti, hogy Fehérváron vége. Az azt jelenti, hogy tényleg véget? Vagy mondjuk lehet azt, hogy télen, mondjuk ugye edzésben vagy biztosan, se. Nem, arra gondolok, hogy mondjuk lehet az, hogy mondjuk télen megkeres egy csapat, és azt mondja, hogy nem tudom, szakmai segítőként szálljál be, olyan mérkőzésekre ugorjál be az utolsó 12 percre, mert még mondjuk annó egyszer jól be tudtad dobni bal felsőből. Lehet ezt így egyébként? Figyelj, mivel ugye nekem volt egy szünetem a szülés után, és azután is, tehát az volt a célom, azt szerettem volna megnézni, hogy vissza tudok-e térni, és szerencsére az előző szezon nagyon jó volt, ha a sors valamiért úgy hozta, hogy így kell abba hagyni, akkor emelt fővel hagyom abba, viszont, amit a Krisz mondott, egy ilyen jellegű dologra én nyitott vagyok, viszont nyáron én olyan szituációba kerültem, hogy már sehova nem tudtam elmenni, mert élőszerződésem volt, olyan későn derült ki, hogy ez nem fog működni. Tudom, mi lesz a vége. Érzem, hogy lehet, hogy vége, de nem zárkózom el semmi elől. Tudom, mi lesz a vége. Nem, meg lesz, meg, csapatot, meg fog kérni, hogy vegyek egy kézilabda csapatot, ahol tud majd játszani. Várjál, nem játszani akarok, hogy csináljuk a bizonyt. Értem már, hogy ti miért kerültetek egy csapatba, hogy most sem minden változás. Hát, van benned ilyen, hogy utolsó szekrény ajtózárás, utolsó dobás, amikor utoljára felvetted a mezt, tehát hogy vannak azért ilyen érzelmek. Vaxos még a gatyád, vagy a cipőd? Tudod, amire azt mondod, hogy úgy lelkileg azért így megérint. Nem, az egész a lezárása
hat meg lelkileg, tehát mert hogy tényleg nem így akartam, meg nem így terveztem, és arra, ha visszagondolok, hogy hogy van ennek vége, az fáj nagyon, tehát hogy kicsit megaláztatva érzem magam, egy kicsit az a része fáj, ahogy vége lett ennek, tehát ennyi. Tehát hogy méltatlan hozzá. Nincs erre szükség. Igen, te fogod eldönteni, én bízom benne, hogy fogsz még játszani a magyar élvonalban, én hozzásegítelek, ez teljesen biztos. Leszek az ügynököd.